játékosoknak azt mondtam, hogy ne nagyon foglalkozzanak ezzel a helyzettel, ami kialakult. Nyilván benne volt a fejükbe, de általában, hogyha ilyesmi helyzet alakul ki, mondjuk edzővel ritkán, hogy hiányzik a kispadról, de a játékosok kimaradásánál, sérülésénél vagy eltiltásánál egy kicsit jobban összerántja a csapatot, és egy kicsit feszesebb lesz az egész támadás, védekezés, minden. Ez így is alakult, de azt gondolom, hogy minden várakozás felülmúlt, és tényleg a végére már nagyon sima volt. Talán az OSZ és az utolsó negyedben annyi energiát bele, nem hiszem, hogy el akartak még jobban fáradni. Örülök nagyon a győzelemnek. Eljutottak ide ezek a játékosok, és nagyon sok mindent megnyertek már idén is, meg idén is nyertek rengeteg rangadót, úgyhogy azért tudják, hogy lehet fenntartani magukban a tüzet. Mi meg a Zsolttal majd igyekszünk fenntartani a tüzet, úgyhogy hétfőtől lezárunk mindent, egy másodpercet nem fogunk erről a mérkőzésre beszélni, a Bressára fogunk fókuszálni, aztán utána mi lesz ez a megint egy másik feladat, most egyetlen egy dolog van előttünk, szerdán Bressa. Természetesen most egy hétvégi pihenő van, aztán utána hétfőtől elkezdünk arra koncentrálni. Megmondom őszintén, hogy nehezebbre számítottam, de ez nehéz is volt. Tehát most annak ellenére, hogy a végére azért már nagyon kinyílt, ők is a végére már kiponzoltak sokan, meg sok kulcsjátékusukat pihentették. Én azt gondolom, hogy az elején az a dominancia, amit elkezdtünk megmutatni, az kicsit összetört őket. El tudtunk menni 3-0-ra, 7-3-ra, és végig mi vezettünk 2-3 góllal, azért fölálltak, fölálltak többször is, de azért ez rengeteg energiát emész fel. De az a jó, hogy mindig mi tudtunk kapcsolni, miután közeledtek, mindig mi kapcsoltunk, és nagyon jó volt, és nagyon örülök, hogy így összeállt a védekezés és a támadás is egyaránt. A kispadunk az hosszabb, az minden bizonnyal igaz, és nagyon jó, hogy jó sokat tudtunk cserélni, mindig friss ember volt a vízben, Soma nagyon jól védett, segítettük blokkokkal, és az ember hátrányunk nagyon jól összeállt, és rengeteget is sikerült védekeznünk.